Egyetlen nap alatt 11 nőtt az igazoltan koronavírusos betegek száma, így már 50 fertőzöttet kezelnek Magyarországon. Ahogy azt az országos tiszti főorvos hétfőn megjósolta, ezek már úgynevezett csoportos megbetegedések, így nem tudni, hogy ki, kitől és hol kapta el a koronavírust. A terjedés hatására az egészségügyért felelős államtitkár Horváth Ildikó a Parlament Népjóléti Bizottságában elmondta, országszerte több egészségügyi intézményt is járványkorházá alakítanak. Kiskunhalason pedig nem csak konténerkorházat építenek, de a városi rendelőt is felhasználják erre a célra, ugyanis ahogy fogalmazott, jövő hétre akár több ezer új beteg is lehet Magyarországon. Kiszűrésükre pedig mobil mintavevő egységeket fognak létrehozni az országos mentőszolgálat segítségével, így a jövőben minden ismeretlen tüdőgyulladásban szenvedőt le tudnak majd tesztelni. A járvány miatt akár csak Európában mindenfelé, Magyarországon is számos gyár ideiglenesen bezár. Hétfőtől a Győri Audi Hungária ZRT is leállítja a termelést, így tízezer munkás sorsa válik bizonytalanná. A Szent Gotthárdi Opel gyár is március végén nyithat ki legelőbb, és az Esztergomi suzuki -nál is átszervezést tartanak. Ez jelentősen megrengetheti az autóiparra támaszkodó magyar gazdaságot.